Csak érted élt Samantha Del Llano. Miért, Guanita? Miért nem találtad meg nélkülem a boldogságot, Maute Guanita? Sosem tudtad neki viszonozni az érzéseit, Samantha. Elég volt Blackjack, elég volt az olcsó romantikázásból. Ez sem ment meg téged a dutyitól. Miattad veszítettem el a legjobb barátomat. Na mozogj, öregem. Te vagy az oka, Samantha. Samantha. Hisz ez borzasztó, Deborah. Borzasztó. Nézd, esetleg haza tudnám vinni. Itt semmi keresni valók. Nem. Nem megyek el innen a kislányom nélkül. Nem megyek el nélküle. Csak nyugalom. Nyugodjon meg, figyeljen kérem. A lánya elő fog kerülni. Rendben. A férje megtalálja, de nem ide fog visszajönni. Hát hová máshová mehetne? Haza. Jöjjön velem, hazaviszem. Jöjjön, menjünk csak. Nem erészel kinyitni azt a lepcse szádat, hallod? Csönd legyen! Ma, miért vagy te ilyen gonosz? Most már tényleg fogd be! Jaj! Gyere vissza, te fattyú! Látod, mit tettél? Jaj! Nem látok! Jaj. Izabelita, gyere ide, kicsim, gyere! Gyere ide, kicsim, jól van. És a papi, én úgy félek. Nyugodj meg, én majd vigyázok rád. Luis Alberto! Megvan a kislányod, Luis Alberto! Hál' Istennek! Nagyon vigyázz rá, Salvador! Jól van, menjünk innen, Izabelita. Hallottad, barátom? Itt van a lányod! Elmegyek Betsaidáért! Nem fognak elkapni! Nem fognak elkapni! Betsz, tudod, hogy nem menekülhetsz? Samuel! Samuel Riste, te meghaltál. Igen. Betsy, gyere velem, gyere szépen. Betsaida! Nem hagylak elszökni! Nem hagylak szabadon garázdálkodni! Gyere, te meg én, majd mulatunk egy jót, Betsy. Gyere, Betsy. Óvatosan. Leves. Samuel, hol vagy, Samuel? Hová tűntél? Betsaida! Betsaida, óvatosan, vigyázz! Ne gyere közelebb! Még egy lépés, vagy különben repülök, mint a madár. Betsaida, kérlek szépen, hadd segítsek. Nem kellettem. Miért? Hányszor bebizonyítottam, hogy csak téged szeretlek. De te mindig visszautasítottál. Menj távol abba a kőfejtőtől! Luis Alberto, megnyílt a föld! Megnyílt! El akar nyelni minket! Jaj! Nézd csak! Odalent! Tíz van! Gyere, Luis Alberto! Gyere! Tíz van! Betsaida! Megígérem, hogy elviszlek a kórházba, és meggyógyulsz majd! A kórházba? Ez hazudik! A börtönbe akar küldeni téged. Ne menj, Betsy, ne menj vissza. Igen, tudom. Nem megyek oda-vissza, Samuel. Nem akarok. Nem megyek vissza.
Betfej, de hadd segítsek neked! Ez hazugság! Ne féljél, Betfej, de kisasszony! Behűtöttem a pezsgőt, már hideg és nedves! Hagytok még! Gyere, Betsy, gyere, gyere! Pezsgő, három főre! Ugyan már, Betsy? Gyere és mulas egyet a halottaiddal! És aztán jöhet a nagy! Nem tudok mit mondani, Alexander. Ne is mondj semmit. Csak szerettem volna odaadni. Te vagy az egyik főszereplőm. Hiszen te sírsz. Azért, mert most már értem. Nagyon szerettelek, Alexander. Én még szeretlek, Annabella, én szeretlek. De nem lehet. Nem, nem. Elvesztettelek. Téged és a barátomat. A legjobb barátomat. A barátaimat és a fiatalságomat. Amiatt a szemét miatt. Az anyag tette ezt velem. Becsapott. De hiszen még van időd, Alexander. Tudod jól. Igen. Tudom, újra kezdhetem. De nagyon nehéz lesz. Nélküled nehéz lesz. Hadd segítsek, kérlek! Gyere közelebb, kérlek! Betsaida, menj távolabb a kőfejtőtől! Szeretném, ha megbocsátanál nekem. Amiért csak egyet akartam. Boldogan élni veled. Tiéd akartam lenni. Tiéd és senki más. Tiéd, Louis Alberto. Mindjárt megérkezik. Mindjárt én lehet. Meg is. Kuzia, mondta, drágám! Hol van a kislány? Hol van Isabel itt a kislányom? Hol van? Betsaida magával vitte Teó mama. Hol van Louis Alberto? Nyugodj meg, Alba. Asszonyom. Elmondom, mi történt. Mautét lelőtték és meghalt. Betsaida elrabolta a kislány, de a fia meg Salvador meg fogják menteni. Jaj, édes Istenem! Mamika! Mamika! Szama, visszahoztam neked a lányunkat. Kicsiké! Hallottad? A lányom nevetése. Mami! Isabelita! Kicsikém! Isabelita, fel
Felmarkolt egy marék homokot, és Becájd a szemébe dobta. Éppen olyan, mint az anyja, ez a kis csibész. Na jó, de hol van Becájda? Elkapták azt az őrültet. Nem, anya. De mi történt vele? Valami szörnyű történt vele? Becaida leesett egy kőfejtőbe. Jaj, szentséges szülőanyám. Szép jó napot. Mit keres itt Lavidia? A lányomhoz jöttem, Rajzához. Nagyon fontos dolgot hoztam neki. Megmentetted Samantha. Nem én voltam, hanem az apja, Louis Alberto. És persze Salvador. Igen, kicsikém, Salvador is ott volt. És Salvador és Louis Alberto azt mondta, hogy milyen bátran viselkedtél, te kis huncut. De nagyon féltem. Nagyon féltél? Ó. Hát persze, hogy féltél. Ugye? Isabelita, szeretném, ha valamit megtudnál, édesem. Hogy... Szóval egy ideig én voltam az anyukád, igaz? De nem az igazi mamád voltam, mert a te igazi mamád, Samantha. Tessék, Samantha. Visszaadom a lányodat. Kérlek, nagyon vigyázz rá. És ha bárki megpróbálja elvenni tőled, én majd segítek neked. Ez most... Ez azt jelenti, hogy szeretni fogjuk egymást. Épp ahogy a papám, ahogy a papád mondta. Ahogy apánk akarta, igen. Valdemar Rincón ebben az iratban elismeri, hogy Samantha a lánya. És minden javát kettőjükre hagyta. Rajta. Lavidiának még vannak egyéb iratai, amit oda akart adni, igaz, Lavidia? Igen, Vestália. Tessék, Louis Alberto. Itt láthatod, hogy Pascal aláírt néhányat ezekből a csúnya hamisítványokból, amit valamikor Valdemárral lopott, hogy elvegyék a vállalatot. Jaj, Istenem, ez hihetetlen. Az életem kockáztatásával szereztem meg ezt az iratot, úgyhogy remélem kapok valami köszönetet. Most, hogy Louis Albertónál vannak azok a bizonyos papírok, te már végre megnyugodhatsz, Lavidia. És ez az az irat, amivel az az aljas Pascal Rajzát zsarolta azzal, hogy börtönbe kerül, nem? Igen, de tennie kell valamit, ezt nem engedheti. Ez nem történhet meg. Esküszöm, hogy Rajza sosem akart ilyesmit. Fiam, ezek szerint, ezekkel az iratokkal visszakapjuk a vállalatot, ami a családunké. És elvehetjük attól a tolvajtól. Menjünk, keressük meg Jumerit. A hajánál fogva rángatjuk ide. Te tényleg azt hiszed, hogy itt van? Szépen fogta a pénzt, mert eladta azokat a papírokat, ugye? Tudom, de valami azt sugja, hogy gyorsan tűnjünk el innen. Nagyon gyorsan! Aztán miért, uram? Csak nem attól tart, hogy Aranguren megkapja az iratokat. Nem tudom, de hamarosan kiderül. Semmi sem akadályozza meg azt a nyavajást, hogy ide jöjjön és lecsukasson. Uram? Igen, megyek már, Gertrudis. Megérkezett a helikopter? Nem, uram. És épp ez ügyben jöttem ide. Tudja, amikor megmondtam az igazgató tanácsnak, hogy nem fog bejönni az ülésre, amit a maga ügyletei miatt hívtak össze, úgy döntöttek, megvárják, mert van néhány félreértés, amit tisztázni kell. Most miért sírsz? Mert megmenekültél, kicsim. Igen, kislányom. Azért sírunk, mert nagyon boldogok vagyunk. Annyira boldogok vagyunk. Rajza. Anya? Rajza, megkaparintottam. Itt van az összes irat, amivel Pascal meg akart zsarolni. És most nekem adta. Vestália szerint ez a legjobb megoldás. Így igazságos, anya. Samantha, ezennel teljesült édesapánk második kívánsága. Visszaadjuk a vállalatot Louis Albertónak.